Második napunk reggelén, Kövegősről elindulva, először a kőtengert, a volt bányát, majd a szürke, fekete és rózsaszín marhákat szemléltük meg. A hegyestő pedig egyre közeledett felénk. A faluból kivezető úton, ahol a térkép szerint egyenesen kellett volna mennünk, ott csak jobbra tudtunk haladni a kerítések és a marhák miatt. Egy kis kerülő és egy tisztáson vissza tudtunk csatlakozni az eredeti gékre. Útközben Manglica csordával, szép virágokkal találkoztunk. Kálimedence kapujának őre, az Ánka és Monoszló között 337 méterre magasodó, hegyestetőnek is ismert hegyestű. 1948-ig tulajdonosa a monoszlói kisnemesi Csekő család volt. A bazaltbánya 1938-ban kapta meg az iparhatósági engedélyt. A bányászkodás megkezdésekor először a lejtőtörmeléket takarították le, majd kézierővel, feszítővassal bontották meg a feltárult bazaltoszlopokat. A kitermelt követ a bányaudvarra görgették, és gépkocsival szállították az Ánkai vasútállomásra. A fellendülés azonban hamar véget ért, a termelést a háború végére le is állították. 1961-ben a hegyestű, ha csak részlegesen is, védett területté vált, de északi oldalán 1970-ig még engedélyezték a bányászatot. Először a Káli-medence tájvédelmi körzet, majd 1997-ben a Balatonfelvidéki Nemzeti Park része lett. A Balaton felől szabályos kúpalakot mutató hegy északi felét az egykori kőbánya lefejtette, a visszamaradt, közel 50 méter magas bányafal azonban felfedi az 5-6 millió évvel ezelőtt működött bazalt vulkán belsejét. A vulkán kráterében megdermett láva a kihűlés folytán sokszögletű, függőleges oszlopokra vált el. A látvány egyedülálló, de európai viszonylatban is ritkaság számba megy. A felhagyott bazalbánya helyre letett bányaépületeiben múzeum található. Az áprilistól októberig látogatható kiállítás a Balatonfelvidéki Nemzeti Park térségének földtani felépítéséről, természeti értékeiről, valamint a kézifejtésű kis kocka kőbányászat hagyományairól szól. A hegy tetejéről gyönyörű kilátás nyílik a Balatonra. Délről a Fonyódi hegy, onnan nyugatra a Balacsony, a Gulács, a Keszthelyi hegység, a Csobánc, a Fekete hegy, a Boncsos tető, a távolban még a Tátika is felismerhető. Van egy jellegzetes cinizmus. Mondjuk
Végül 8 óra alatt sikerült teljesíteni mai szakaszunkat, és elértünk Szent Antal fára. Legközelebb innen folytatjuk.